Laion Sur. Mindig elfelejtem. Laion Sur, a tűzvédelmi felügyelő üzeni önnek, hogy papír a földön nagyon veszélyes, mert nagy tűz maga, kérem, takarítson, mielőtt bezárja a boltot. Huddleston úr, itt azt a rossz indulatú plecskát terjesztik rólam, hogy süket vagyok. Nem tudom, kitől indul, de nagyon nem szeretem, roppant megalázó, úgyhogy próbáljunk ennek véget adni, jó? Jaj, én most olyan hülyén érzem magam. És ha jön a tűzvédelmi felügyelő, ne izgassa magát, azért szarakodik, mert a pénzre megy. Szóval maga nem csak azt érti, amit a számról leolvas. Nekem azt mondták, csak azt érti. Égek itt, mint a rossz. Főleg a hónap utolsó csütörtöke veszélyes. Jó napot, mit parancsol? Olvastam a hirdetést az újságban, hogy felvesz eladót. Alkalmaztatási feltétel, humorérzék. Ön az üzlet tulajdonosa? Mondja, kihez beszél? Fene, itt van, most nézem, ez rohadt kontaktlencse. Na mindegy, szóval David Lyons urat keresem. Én vagyok David Lyons. Nagyon örülök, David, bocsánat. Szóval olvastam, hogy magas, disztingvált, sötéthajú, jó kiállású eladót keres. 4-ből 3, nem rossz arány. Most kicsit ideges vagyok. Nagyon szeretném ezt az állást, ha felvesz, nem bánja meg. Én vagyok David Lyons, mit parancsol? Mi az? Időcsapdába kerültünk, vagy ilyesmi? Alkonyzónába? Tutu-tut! Mindjárt jönnek a marslakók, és keresik David Lyons urat. Tutu-tutu-tutu-tutu! Vicces fiú maga! Egyből tudtam, amikor hirdetését elolvastam. A feltétel humorérzék. Ilyet se sokan írnak bele, de maga igen. Maga az én emberem, én meg a magáé, ha kellek. Megtudhatnám, mit akar? 350-et. Mondja! Elárulná végre, hogy mégis mit akar? 300-at minimum. Maga hozzám beszél? 225, ez az utolsó szavam. $225 egy hétre. Na jó, legyen 200, ebből még kijövök. Kihez beszél maga? Hogy kihez? Magához, maga seggfej. Miért? Ki van még itt? Na és miért nem mondja ezt a szemembe? Én mondanám, ha tudnám, de nem tudom, mert vak vagyok. Maga vak? Vak, de azért megkaphatom az állást. Én nem is sejtettem, bocsánat. Most már tudja, megkaphatom az állást. Igazán vak? Igen, igazán vak vagyok. Mi van magával, süket? Igen, képzelje, süket vagyok. Süket? Igen, süket vagyok. Igazán süket? Igazán tök süket. Akkor onnan tudja, hogy mit mondok. Leolvasom a szájáról. Na kell az állás, vagy nem kell? Csak azért, mert vak vagyok. Velem te csak ne jótékony, hogy haver. Nem kell a könyöradomány egy süket seggfejtől. Akkor menj haza! Menj a fenébe! Ne rabold a drága időmet! Leszarom, hogy vak vagy! Hátrarc és séta! Na, így már más. Szóval, ha jól emlékszem, 300-ban állapodtunk meg. 300 miben? Mit szövegelsz itt nekem? Azért nem kell mindjárt felhúzni magad. Figyelj csak ide egy percre. Mondd, ismered Harvey Wallbangert? Harvey kicsodát? Wallbanger, csúcs haverom! Okvetlenül összehozlak titeket. Mindjárt ma este. Ünnepelünk! Kérem! Kérem, legyen szíves! Kérem, mondaná néhányszor! Most, hogy szabadon engedték, hogy érzi magát? Jó. Véleménye szerint ettől megbukhat Khomeini? Hamulatságos nem. Egy jó musical comedy. Egy igazi évtizedekig is mehet. Soroljam a példákat. Maga is jár színházba, vagy nem? Igenis, meg fogjuk buktatni Khomeinit! Mondja, mikor fogják ezt leadni? Szeretnék szólni a gombnak, hogy vegye fel a halapot, a lafit!